A két nagymúltú csapat mérkőzésén a hazaiak voltak az esélyesebbek, és a kék cápák ennek szellemében is kezdték a mérkőzést. Az első negyedet 9 ponttal nyerte Siska János együttese, amely a második 10 percben újabb 18 pontot tett hozzá előnyéhez. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, a hátralévő két negyed egyaránt döntetlennél zárult, úgy, hogy a nyíregyháziaknál sok játékpercet kaptak a fiatalok, akik meg is hálálták a bizalmat. A Blue Sharks úgy nyert 29 ponttal, hogy valamennyi játékos a szerzett kosarat. Felhívtuk a figyelmet a játékosnak, hogy az első perctől kezdve keményen védekezünk, és komoly játékot kértünk tőlük, ezt be is tartották szerencsére. A Bajaiak edzője Hosszú István szerint az első félidőben nyújtott játék pecsételte meg csapata sorsát. Nagyon úgy festett itt, főleg az első félidő, hogy még kimaradtunk a buszban, nagyon átgázolt rajtunk a hazai csapat. Lendületesebbek voltak, jobban összpontosítottak, mi úgy a támadásban, mint a védekezésben nagyon langyosan muzsikáltunk az első félidőben. A találkozón 21 pontig jutó Czura Attila nagyobb ellenállást várt az NB1-ben nyugati csoportjában szereplő Bajaiaktól. Nehezebbre számítottam, mivel én, amikor tavaly Tiszaújba játszottunk, mi játszottunk a Baja ellen, és akkor sokkal egységesebb csapatnak tűnt. Most nem tudom, mi volt velük, ez tényleg nagyon könnyű győzelem volt, nem erre vártam. A Hetkupa negyed döntőit 2017. januárjában rendezik, a legjobb négy csapat pedig a Magyar Kupa döntőjével egy időben és egy helyszínen lép majd pályára. A kék cápákra még két idegenbeli bajnoki meccs vár ebben az évben, pénteken Miskolcon, jövő szombaton pedig Hódmezővásárhelyen játszanak Czuráék.